A londoni olimpián remekül debütálva hatodik lett a kajak sprint számában a 21 éves Dudás Miklós, aki nem is titkolja a Rióban az aranyért száll majd vízre. Miklós ráadásul azóta megnyerte a Pozdami városi csatornán rendezett rövidtávú viadat, úgyhogy mindjárt meg is kérdezzük tőle, vajon nem szeret -e nyaralni, netán német történelmi kisvárosokban szokás a vízi turistáskodni. Szia, jó reggelt! Jó kívánok! Reggelt kívánok. E, azt gondolná az ember ugyanis, hogy aki az olimpián szerepelt, meg jó szerepelt, az utána hosszú pihenőre vonul. Így van, így van, én így, így, így terveztem, ugye, és közben kaptam egy meghívást Németországba, erre a bizonyos csatorna versenyre, amit Pozdan belvárosában rendeztek. És úgy voltam vele, hogy hát. Már... Ennyire, ennyire, szeretsz kajakozni? Egyrészt ennyire szeretek kajakozni, másrészt versenyezni is nagyon-nagyon szeretek. És hát, tényleg, ha már ennyit edzettem ebbe az évbe, akkor most ez a két hét, hogy szinten tartsak, hát ugye tehát egy olimpiára nagyon-nagyon készültem erre a versenyre, meg ugye tényleg szinten tartásképpen lejártam edzegetni és hogy ez nem tart semmiből, és ezt kimentem, megpróbáltam, és hál' Isten, nyertem is. De ráadásul gondolom az is vonzó volt benne, hogy találkozhatsz komoly döntőbéli riválisokkal. É, így van, így van. Ő, hát sőt, az... le is győzheted őket, sőt, le is győzted Igen, őket, igen, teljesen jó mondat. Hát ő, ez egy tulajdonképpen, hát nem mondom, hogy poén versenynek indult, ugye, de, de senki nem. Tehát ő, ugye közönség volt ott, sőt is osztogattak, ugye, hát én nem, nem, mondom, hogy ittam, de a versenyzők is írtak, ugye, hát olyan versenyzőket, hogy sörözött, szóval, teljesen egy jó buli hangulatú verseny volt. Aztán a végén ugye tényleg a, ugye fordulók voltak, és a végére a döntőre kialakultak olyan párok, ugye a döntőbe jutásért előfutam, hogy olyan párok alakultak ki többek között, én is például egy Európa bajnok lengyelre kerültem össze, hogy ott jöttünk rá, hogy hát azért csak imidből meg kell verni, hogy hát tudja, hogy... <laughs> 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 Nagyon nyugtass <laughs> meg azért most már majd elmész nyaralni egy kicsit, vagy <laughs> őszölni. Hát megmondom őszintén, hogy nem nagyon terveztem, ugye most már itt a szeptember, szeptember végétől elkezdek edzeni, hát, hát pihengetek majd itt, valószínűleg Balatonra azért le fogok Aha. nézni egy kicsit. Mert hogy valóban, ahogy ezt te mondtad, hogy Rióban itt az arany lesz a cél, ez viszont az, az nem egy fél éves, hanem ez egy kőkemény négy éves program, igaz? Tehát hát neked, ez pontosan hosszú... tudnod kell most, hogy mit fogsz csinálni. Ez egy, így van, ez egy hosszú projekt, hát ugye közben lesznek világbajnokságok, Európa bajnokságok, Úgyhogy erre koncentrál az ember így mindig a következő célra, mert hát ugye Rio azért négy év az nagyon-nagyon messze van, de persze, hogy, hogy a leg legfőbb vágy az az, hogy a Rio olimpiára kijutni, és tényleg ott, ott minden jobb helyezést elérni. Na most Londonra vissza, ugye gyakorlatilag te úgy jutottál ki az olimpiára, hogy felnőtt világverseny előtte még nem nyertél mert ugye volt egy WB negyedik helyet. Ez inkább teher volt neked, meg izgult ele miatt, vagy pedig mentesített a nyomástól, hogy hát most itt vagyok elsőre, itt vagyok, bármi összejöhet, vagy kijöhet? Én hát, inkább mentesített a nyomástól, ugye tényleg az volt bennem, hogy hát 21 éves vagyok, fiatal vagyok, tehát senki nem várta tőlem azt, ugye, hogy én most elérjek valami hatalmas nagy eredményt, és nagyon-nagyon örültünk ennek a hatodik helynek is, mert igazából én úgy utaztam ki erre az olimpiára, hogyha ugye már a döntőbe bekerülök, egy nyolcba, az nagyon jó. Csak úgy ö, volt egy középfutam közben, ami jól sikerült, és akkor azt mondtam, hogy ha hát megjött az étvágyam, akkor a döntőbe akár egy dobogót is megcsíphetek, de az, az azért még túl szép lett volna, hogy igaz legyen ilyen hirtelen. Te is nem, nem izgultál? Ezt most azért kérdezem, mert azt te hangsúlyoztad utána, hogy nagyon fontos számodra a pszichológusod. Ö, nem, nem izgultam, hál' Istennek. Ez, ez, egyrészt a pszichológusnak is köszönhető volt, másrészt a hangulatnak, ami kim volt. Ugye én tényleg azt hittem, hogy az első olimpián volt, előtte volt két felnőtt világverseny, szóval tényleg nagyon zelen járok ennek az egésznek. És én azt hittem, hogy kint az olimpián, hogy mindenki ilyen feszült lesz, hogy, hogy tényleg, hogy mindenki, senki nem szól egymáshoz, mindenki leszeget felje, tényleg csak arra koncentrál. És közben nem, hanem olyan volt, mint egy rendes, átlagos verseny, jó volt a hangulat, poénkottunk ott egymással, meg a Csipes Feri emlékszem, hogy meg is említette az egyik újságból, olvastam, hogy egy, mert úgy mondta, hogy mint egy zsíros verseny lett volna, ez már az élős túlzás, de tényleg, hogy nagyon-nagyon fel volt oldódva a hangulat. És én ezt nem gondoltam volna, de ez szerintem minden versenyzőnek nagyon jó tett, mert mert ugye tényleg nem az volt, hogy, hogy most úristen olimpiai, és akkor már, már vannak sajnos olyan versenyzők, akik ezt. Hát egy kicsit csinál. ugye Aha. rosszabbul teljesítenek, mert túlságosan rá az az agyuk arra, hogy hát olimpia négy évente, úristen négy év múlva a következő, ami tulajdonképpen igaz is. Csak hát erre nem szabad Isten, gondolni Ennek meg. a döntőnek is úgy mentél neki, mert ugye egyre-egyre emelted a tétet, tetted föl a létszed, de a döntőnek is úgy mentél neki, hogy nyomok egy jót, aztán meglátjuk, hogy mire lesz. Hát, úgy mentem neki, Aha. igen, igen, igen. Hát ott már tényleg nagyon szerettem volna a dobóra fölállni, látva a középfutamot, hogy hát tényleg azért megvan rá az esély, hogy akármilyen fiatal is vagyok, ugye, mert a döntő többi tagját, én megnéztem, megnéztem egyesével az embereket, és én 26 és 30 éves volt az összes. És azt mondtam, hogy hát most 21 éves ide vagy oda, hát azért megpróbálhatjuk. És, és azt mondják, hogy milyen volt újansznak lenni ebbe a nagy hagyományú, meg nagy is álló magyar kajakkenu válogatottba. Szóval van-e ilyenkor zrika, vagy inkább, inkább nagy testvérek voltak, akik segítették az öcsit? Ö, inkább nagy testvérek voltak. Jó volt látni tényleg, hogy, 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 tényleg mindenki úgy kezel, hogy fiatal, és hogy látják, hogy ugye tehetséges, és, és éreztem azt, hogy, hogy tényleg mindenki barátkozni próbál és segíteni. Figyelj, és most azt már ugye óra nem lehet mondani, hogy, hogy ugyanezzel a lazassággal lesz, ami lesz, jelígére indulunk el, hát már hogy magadnak igen, tetted, igen. még magasabbra. Akkor már arany, nem? Azt mondtad. Hát nagyon-nagyon remélem. Igen, igen. Mi múlik ez? Hát rengeteg. Mi, min kell fejlődni? É, rengeteg edzés, és én ahogy észrevettem, hogy főleg ezen a rövidebb távon, én azt, azt figyeltem meg a, a versenytársaimmal szembe, hogy mivel idősebbek, azért, az izomzatok is már fejlettebb, mint az enyém és én, én ezt tűztem ki célnak, hogy ugye én szerintem több kondi kell majd tartani, ugye erről rövid távról, hogy minél több izmot magamra építsek, és 200 méter ugye nagyon számít a hajó megindítása, ugye az első pár húzás, és ott a tényleg hatalmas erőket kell mozgosítani, és erre fogunk most a, a mesterekkel ráállni, hogy, hogy, minél több kondi legyen. Te is a, 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 termetet, ugye te egy nagy termetű ember vagy, és ugye az, hogy, hogy milyen szél van, milyen szél nincs, ez, ez, ez sokat számít. Igen. Hogyha nézed és feltérképezed, nagyjából már tudod a, a, a rio vetétár. vetétársokat? Hát én szerintem, ha most le kéne élni, hogy, hogy ki lesz ott, akkor úgy, úgy nagyjából, a 80%-ban uh -huh. be tudnám csattolni. Uh -huh. Bár nem, nem vagyok tisztában, ugye minden külföldi országnak, egy-kettőnek azért tudom, hogy vannak feljövő fiatalok. De igen, igen. Azt mondd meg végül, hogy körülmények, edzés lehetőségek, anyagiak, lehet-e panaszra? Vannak ugyan bizonyos klubok, ahol szoktak, és, és sajnos panaszkodnak is a, a, a kitűnő kajakkenú versenyzők. Nálad, nálatok? Hála a jó Istennek, nekünk nagy most jó a helyzet, főleg egy olimpia után, ugye egy, egy, mindenkivel, akivel beszéltem eddig, majdnem mindenki tudja biztosítani azt, hogy nekem a következő négy évem az rendben menjen, a felkészülés, és, hogy én ilyen szempontból jó helyzetben vagyok. No, akkor viszont most elengedünk, hogy menjél a konditerembe, meg meg a Balatonra talán. Gratulálok még egyszer, és köszönöm. hajrá a felkészülés! Köszönöm, köszönöm szépen, hogy itt köszönöm.